Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: te mindenkivel alkutsz az ingatlan piacon? Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve hogyan alkudj 25% inflációt az ingatlan árából címmel előadást tartottam, ami most még visszanézhető, itt alattam, kattints és nézd vissza az előadást. Ezt azért kérdeztem, mert engem is, amikor ingatlant árulok egyszer-egyszer, tehát évente egyet fordulok általában, ez egy nagyon kényelmes dolgot biztosít az én szintemen. Ami a lényeg az, hogy te mindenkivel alkudsz-e, mert én megmondom, hogy én gyűlölöm, amikor már a telefonban, hogy mennyi az alja, én el szoktam küldeni melegebb éghajlatra, ha rossz kedvem van, ha jó kedvem van, akkor meg egy magasabb árat mondok, mint amit ő lát a bármilyen hirdetésbe, és az egy picit kizökkentem. Fontos egyébként, hogy ki kell zökkenteni az emberkét, ezt majd mesélek egy következő videómban erről. De az a lényege, hogy ész nélkül én nem tudom, tehát, hogy az alkulnak szerintem van egy folyamata, amivel nem sértem meg a másikat, és nem nézem le a másikat, és ha ő nagyon rászoruló, akkor lehet, hogy belemegy az alkutba, de egyébként, ha most nem arról van szó, hogy nem kajára kell a pénz, meg hasonlók, de ha nem annyira rászól, tehát, hogy egy korrekt árat az-e ki akar hozni belőle, és még azokkal az emberekkel is tudsz alkudni ennek ellenére, aki azt mondja, hogy nem kenyérre kell, de annak van egy módja. És itt nem az a mód, hogy már a telefonban ezt elkezdem, vagy még ki sem érek, már alkudozok, mert úgyis tudom, hogy néz ki az ingatlan. Ugye ezek az emberek nyilván úgy gondolják, hogy a saját dolgait, tehát saját idejüket lerövidítik, hogy ki sem megyek, mert úgyse akar velem alkudni. Hidd el, hogy ha komolyan gondolkozol ingatlanban, mindenképpen érdemes kimenni, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik egyébként, mint én is. Ha még arra sem érthet, hogy kijön, akkor milyen fenét akar, tehát telefonban én el szoktam hajtani. Ennek ellenére volt sikeres üzletkötésem fél év múlva, és az az emberke mondta nekem, hogy de hát én fél éve is felhívtalak telefonon, és akkor nem adtad el, mondom, barátom, az, hogy a telefonban alkudozol velem, én belőlem a legrosszabbat váltod ezzel ki. És én ezt azért kérdezem, mert lehet alkudni mindenkivel, szerintem, viszont annak van egy módja. Ez szerintem az a minimum követelmény az, hogy kimegyek és megnézem az ingatlant, és beszélgetek a tulajdonossal. Ez a minimum követelmény az én szemembe. Ha valaki ezt elmulaszt, én el szoktam hajtani, de hidd el, hogy nagyon sokan ezt rossz néven veszik. Én úgy gondolom, hogy ezt a módot ezt te is tartsad be, ha ingatlan befektető akarsz lenni, vagy annak gondolod magad, akkor szerintem sokkal hatékonyabban és hatásosabban tudod szerintem ezt a dolgot meglépni, úgyhogy sok szeretettel ajánlom, hogy menjél ki, és ott már alkudozhatsz, de akkor, amikor megtudtad, hogy ő miért akar eladni, tehát tudsz egy olyan indokot mondani, hogy ő miért lehet motivált eladó, miért érdemes neked is alkudni, és tudod, hogy egy nagyobbat tudsz alkudni, de ahhoz viszont mindenképpen ki kell menned. Ha már telefonban ezt le tudod játszani, gratulálok, van ilyen is, egyszer-egyszer, de a nagyszámok törvénye szerint egyébként ki kell sétálnod, tehát időt kell rá szánnod arra, hogy te egy jó üzletet köss. Ez ilyen egyszerű. Viszont a Gerillák az ingatlan piacon címmel előadást tartunk 2023. augusztus 26-án, belépő 2 darab könyvem, itt alattam, regisztrálj mindenképpen, és két könyvem felmutatásával, ebből az egyik a 6. könyvem, a legutolsó most jelent meg. Hála Istennek nagyon sokan megvettétek, úgyhogy már be is teltek a helyek, és negyed magammal tartom az előadást, itt alattam, kattints, regisztrálj, nézd meg az előadókat is, én úgy gondolom, hogy ismert előadó mindegyik, úgyhogy várlak szeretettel, kattints, iratkozz fel, mert mindenképpen regisztráció köteles lesz, ott a helyszínen nem tudsz jegyet venni, és nem tudsz könyvet venni, hogy begyere, nincsen kapacitásom rá, meg nem is akarok vele foglalkozni, most még van idő bőven. Köszönöm, hogy itt voltál, szia!